polgári civilként. Szeretettel üdvözlök mindenkit, és szeretném, hogyha tudnám, az itt összegyűlt tömeg, hogy ez egy folyamat. Ez egy folyamat, első vagy második szakasza, ami mindannyiunkat meg fog érinteni. A folyamatnak a kulcsfigurái a bankok és a bankkartellek. A bankrendszer hatékony ellenőrzésének a hiányában spekulációra építve manipulálja a hitelszerződéseket úgy, hogy számára már nyilvánvaló gazdasági változások ismerete birtokában az adóst hátrányos jogi helyzetbe hozta. A bank mérlegeli az ügyfél pénzügyi helyzetét és ettől teszi függővé a biztosíték igényét, így a bank teljes betekintést nyer az adós, majd idővel az ország lakosságának jelentős részének kiszolgáltatottsági tényezőire. A kivonatok, amik statisztikán alapulnak, beépíti a külföldi programjaiba, melyben manipulálja nem csak hazánkat, hanem az egész Európai Uniót és az egész világgazdaságot. A magyar pénzintézetek egy része erős függőségbe került a külföldi bankoktól, holott jelenlétük puszta ténye is a hazai stabil bankrendszernek volt köszönhető. Némely bank visszatartja a hitelek kihelyezését és ezzel békjózza a gazdasági megindulásának kezdeti folyamatát. Ennek mind az adófizetők fogják meginni a kárát, mint ahogy itt már körben már jelentős tömeg már ezt érzékeli is. Nincs pénz, nincs miből fedezni. A folyamatnak az a problémája, hogy a felvett hiteleknek nincs törlesztő, kézzel fogható tárgyi eszköze arra, hogy kifizessék a törlesztést. Nincsenek munkahelyek. A kormányok helyett és a politikai pártok helyett civil mozgalmaknak kell a kezükbe venni a megoldást. Erőkön felül dolgoznak, családjaikat nem tudják rendesen figyelemmel kísérni, hanem csak annak élnek, hogy egy társadalmat próbáljanak összekovácsolni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez a probléma, amivel most mi szembesülünk, ez nem itt fog eldőlni, hanem a fejekben. Ezt a problémát intellektuálisan összetartva mindenkinek meg kell egy irányba oldania. Úgyhogy egy közös célt kell kitűznünk. Nem lehet, össze kell fognunk, nem lehet széthullanunk, mert arra vár több-több nemzet, hogy az országunk szétessen, hogy ne tudjunk összeállni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem csak a civil szervezeteknek, nem csak a bártoknak kell mutatni az összetartás irányát, hanem mindannyiuknak. Nem lehetnek egyéni érdekek, csak közösségi érdekek, vagy mind el fogunk pusztulni. A bankkartell, ami mindenki számára már világossá válik, világméretű probléma. A központja többször virtuális, így hát mi egyszerűen képtelenek vagyunk felvenni vele a helyzetet egyenként. Összetartás, egy irányba mutatás, előre haladás, tanulás. Úgy kell megszervezni saját magunkat, hogy méltó ellenfélé kell válni, akik minket eltől próbálnak törölni. Ha ezt nem tesszük meg, egyenként levadásznak bennünket, mint azokat az embereket, akiket egyenként lakoltatnak ki. Mert nem az a fontos, hogy miért lakoltatják ki, hanem az a fontos, hogy az emberiség a Holdra vagy a Marsra készül, mások meg az utcára. Hát ezt nem hagyjuk! A nemzetközi neoliberális bankrendszer összehangol támadást indított nem csak hazánk, hanem az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok, és ki tudja, lehet, hogy már Kína is célpont. Lehet, hogy most Kína felfutó ágban van, és ott a pénzük, de néhány év múlva lehet, hogy háborúban fogunk állni vele, Amerikával együtt, mert a pénzügyi rendszer mindenre képes. Ezt nem hagyjuk! Most egy-egy tagjai itt vannak, szenvedve próbálják a saját igazukat és akaratukat érvényesíteni. Azért vagyunk kevesen, mert az internetes társadalom digitális korai fázisában vagyunk. Ezt nem lehet egy klikkeléssel megoldani. Itt kell lenni, szervezetni kell mindenkinek. Össze kell hozni csoportokat, intellektuálisan fel kell építeni azt a rendszert, ami békülni tudja. Nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Szembe kell tudnunk
és ugyan ezzel az államok problémával szemben bedöntötték azt az országot, ami 1945-ig gyönyörűen profitált. Most onnan kitelepültek és mennek Ázsia felé. Ezek egy állomások egy-egy szakaszai. Ők azért nem tudják azok a pénzügyi rendszerek, hogy mit tesznek, mert egy szűk társadalmi rétegnek a csoportjai. Nem egy egyesült nemzet, hanem egy-egy embernek az érdekképviselete. Meg kell mutatnunk, hogy meg tudjuk tenni, meg tudjuk szervezni úgy magunkat, hogy az méltó ellenféllé váljon az elsőprő akaratnak, ami ellenük irányul. Köszönöm szépen!